Igazi nyári idő várt mindenkit vasárnap az Oromhegyesen megtartott 9. traktorfesztiválon, melyre már reggel 7 órától várták az érdeklődőket és a versenyzőket. Az idei traktorfesztivál szinte minden eddigi rekordot megdöntött. A tavalyi évben közel 130, míg idén 150 traktor nevezett be, de a közönség száma is meghaladta a 4000 főt. Igyekeztünk ismételten nagyon oda tenni magunkat a szervezésbe, igyekeztünk mindent úgy csinálni, hogy gördülékenyen menjenek a dolgok. 9. alkalommal szerveztük meg a találkozót, tehát már mondhatjuk, hogy rutinos a szervező brigád, rutinosak az itt dolgozó emberek. A szervező csapat idén is nagyon jól végezte a dolgát, hisz kicsi és nagy, fiatal és idős egyaránt találhatott magának szórakozási lehetőséget. A legfiatalabbak ügyességi vetélkedő, vidámpark, lovaglás, arcfestés, rodeo bikagolás várta. Bata Tamás szinte minden játékban részt vett. Zsákba ugrálás, malacfogás, kecskefogás. És ő volt az, aki hazavihette a malacot is. Elmondása szerint a malac gyors volt, de nem nagy erőbedobás kellett, hogy megfogja. Nem sokat, mert beszaladt a nézők közére és könnyen megfogta. A nap egyik kihagyhatatlan eseménye a traktoros felvonulás volt, majd ezt követte a délelőtti órákban a traktoros ügyességi versenyek, erőpróbák, amire minden bátor, versenyszellemű egyén benevezhetett. Az ebédidőt követően az eseményre kilátogatókat kultúrműsor szórakoztatta, néptáncosok léptek fel, a juhászenekar és a sídi részfúvósak zenéltek. A délutáni órákban a tolatás, traktorgyorsulás, súlyhúzás, köttetés, akadálypálya, eszközkapcsolás, valamint a legerősebb traktorista verseny döntőjét tartották meg. A versenyek legjobbjai a serlegek és érmek mellett megkapják a nekik járó jutalmakat. Bilicki Nándor igyekezett idén is nagyon szép csomagokat összeállítani. A rendezvény nem hiába csalogat ki ennyi embert, hisz tartalmas programok és igazi traktor különlegességek várták az érdeklődőket. Csizmadia László, oromhegyesi lakos egy igazi csodával érkezett a fesztiválra. Hivatalosan volna 55 beli, de mivel az originál papírja elveszett, kellett újra nyilvántartani, úgyhogy 50 éves elmúlt a mostani hivatalos dokumentáció alapján. A gépezettel szinte minden mezőgazdasági munkát el tud végezni. Egy hengeres orosz gyártmányú DT-20-as volna, még volt. Most még egy 2400 köbcentis sima légtorkú Mercedes autónak a motorja van beleépítve. A kilátogatók többsége családostul, autóval és traktorral érkezett, és szinte mindegyik ilyen jellegű rendezvényen jelen volt. 8. éve traktorral jövünk. Eljövök, jól érezzük magunkat így, de nem veszek részt versenyekben. A délutáni órákban került sor az eredményhirdetésre, amit a magyarországi kisgrófó fellépése követett.